Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Megint egy vlogot hoztam nektek. Ezt a sminket az előző videómban láthattátok, hogyha lemaradtatok róla, akkor ide teszem nektek kártyára. Ezen kívül pedig mondom, hogy hogy nézett ki eddig a mai napom, miközben lekapcsolom a stúdióvilágítást, ugyanis most végeztem a videóval. Úristen, de csúnya vagyok, itt egy jó ég. És 7 órakor keltem. Felvettem egy videót, most csinálok magamnak egy kávét a kis elvívős pohárkámban, és megindulunk. El fogok menni először Horzéba, van pár dolog, amit szeretnék visszacserélni, édesanyja rendelt, azt hiszem Black Friday-kor, nem minden lett jó, úgyhogy azt viszem cserélni. Utána megyek az arénába, egy valamit szeretnék megvenni, fogok találkozni Biussal, utána ha minden jól megy, akkor Dórival is, onnan együtt elmegyünk, lesz egy kis dolgom, azt még el kell intézni. Hazajövök, megyünk postára, 2 csomagot kell elhoznom, és utána este karácsonyfát állítok, úgyhogy azt is még be kellene zsúfolni, és utána ezt a szörnyedvényt, ami a kezemen van köröm címszó alatt, azt is rendbe kellene hozni. Úgyhogy elég zsúfolt napom lesz, és nem nagyon érek rá, úgyhogy szerintem kezdjük. Dan! Mai outfitem egy nagyon cuki kis csíkos ruckó, kércsizma, és szerettem volna felvenni a szőrös kabátkámat, viszont nagyon jó idő van, és nem érzem lényegét igazából, hogy téli kabátba menjek, úgyhogy induljunk, mert nagyon késésben vagyok. Mindig meg tudom találni a legjobb fényviszonyokat. Végeztem a Horzéba, visszacseréltem a visszacserélnivalót. Beszélgettünk egyébként egy kicsit a csajokkal. Nagyon jó fejek mindig bent, úgyhogy sokkal több időt töltök itt, mint amennyit kellene egyébként, mert mindig eldumáljuk az időt. És most indulok be Pestre. Azt hiszem, hogy már rögtön az arénába kell mennem. Valamiért akartam menni a West Endbe. Ja, tudom, műkörmösboltba akartam beugrani, mert lehet, hogy kellene egy-két dolog, de az vagy utána, vagy nem tudom, valamikor majd megpróbálom megelintézni ma, de most már mennem kell, mert egy órára van a randi lebeszélve Biussal, úgyhogy illene most már indulnom, nem fogok odaérni, úgyhogy ha véletlen nem értem oda, akkor bocsi Bius, viszont cserébe, hogyha valaki nem tudná, hogy ki Bius, akkor ide teszem nektek az instáját, és csekkoljátok le, mert annyira jó képeket rak ki, és annyira irigy vagyok, hogy neki ennyire jó képei vannak, hogy elmondani nem tudom. Tudjátok már, hogy mennek ezek a dolgok, megint az aréna parkolóba. Elindulok be, Bius késik egy kicsit, úgyhogy én addig meg tudom venni, amit meg szeretnék venni, és utána kajálunk, mert most már kezdek rendesen éhes lenni. Végeztünk a kajával, és annyira tele vagyok, annyira kómás lettem, hogy elmondani nem tudom, de van egy meglepetésem. Sziasztok! Viszem haza Biust, képzeljétek el. Én beugrunk a Müllerbe. Be kell ugrani a Müllerbe, mert van még egy kis dolgunk. Tudjátok a titkos ajándékok, amiket semmit nem lehet megbeszélni. Itt hordozgatom magam mögött. Igen, azt láttam, hogy itt van csomag azért. És minden egyes videómba ki kell blőrözzem, hogy ne lássam az, akinek kapom. Úgyhogy igen, utána van még egy hely, ahova nekem el kell menni, viszont téged akkor már le foglak rakni, és külön válunk. És folytatjuk valamelyik nap. Igen, de ha szeretnétek, akkor lesz még Biussal videó, mert biztos, hogy most többet fogunk találkozni. Úgyhogy komment részlegbe mehet, hogyha szeretnétek még. Sziasztok, puszi! Nem hiszed el, ki foglak nyírni ezekkel a telefonos bejelentkezésekkel. A következő, nem tudom én hány videóm, tele van ilyen telefonos bejelentkezésekkel. És nem értem, hogy miért csinálom, mert nagyon...
nézek ki ebből a szögből, de közben időhiányában olyankor kezdek el videózni, amikor vezetek, és mivel vezetek, így nincs más opció, mint hogy tartóról videózzak. Úgyhogy, hát az az ajándék, ami miatt nekem ilyen drogériába, mondjuk így, kellett volna mennem, vagy hát kellett mennem, nincs. Sehol. Se a sárgába, se a rózsaszínbe, vagy lilába, se a kékbe, se a feketébe, egyikbe sincsen. Úgyhogy ezt elengedtem, viszont van még egy ajándék, ami miatt futkosok, most pont oda tartok. Remélem, hogy ezt egyből el tudom intézni, mert ha nem, akkor cseppet feszült leszek, maradjunk annyiba, közben kezdek csillogni, úgyhogy egy kicsit majd a sminkem megigazítom. Csak jó ez a szög. Tudjátok, miért jó ez a szög? Mert a rejtett szemhéjjal, ahogy lefele nézek, ti még így is látjátok a sminkem. Mindig így fogok most már videózni. Nem érdekel, hogy tokám van, nem érdekel semmi. Lefele kell nézni, és akkor látjátok a szememet. Megvan. Ezután viszont, hogyha végeztem ebbe az üzletbe, ahova most megyek, utána majd jelentkezek, és akkor hát, ha már többet tudok, úgyhogy megvan az ajándék! Hú! Szóval, miért csinálom mindig ezt? Szóval, megtaláltam a helyet, bementem, mondtam, mit akarok, mondták van, egy-két keresztkérdés, megfeleltem a teszten, mondták, hogy akkor ennyi meg ennyi. Én megmondtam, hogy akkor kártyával lehet fizetni, ugye? És mondta a néni, hogy ez nem az a játék, mondom, ez az. Akkor mondom, meddig tetszenek nyitva lenni? És amúgy ilyen karácsonyi ünnepségük volt szerintem, vagy valami ilyesmi, csak közben még azért nyitva is voltak, mert miért ne? És mondta a néni, hogy hát még itt beszélgetünk, arra mentem vissza, hogy pezsgőznek, de hogy meg fogjuk akkor várni, még visszaér, mondom, jó, rendben, köszönöm. Találtam egy ATM-et nagyon közel, ilyen 3-400 méterre volt körülbelül. Elzötyögtem a kis autókámmal, kivettem gyorsan a pénzt, visszamentem, kifizettem. És tudjátok, amikor tisztában vagytok vele amúgy, hogy rosszat csináltok, mert megálltam egy kapu bejáró előtt. És egy olyan szinten megkeseredett öregember várt rám, amikor kiértem. Esküszöm nektek. 2 percet nem voltam bent. Futva jöttem ki, és bepattantam a kocsiba, futottam, mondom még egyszer, és egy ilyen triplát rám dudált a bácsi. Mondom, bocs, bocs, izé. Gyerekek, karácsony van, szeretet ünnepet, ne legyünk már egymással, tehát most 1/2 percet várnod kell valakire, hát júj, a világ vége, tehát én se hisztizek, amikor beállnak elém, vagy beállnak mögém, nem tudok tovább menni a kereszteződésbe, mert keresztbe állnak az autók, hát mindenki próbál sietni, most az, ha mérgelődsz, attól nem vagy előrébb. Egyébként meg csak balesetet fogsz csinálni, úgyhogy aki vezet, annak azt ajánlom, hogy akármilyen hülye mindenki, próbáljatok nyugodtak maradni, és ne idegeskedjünk, attól nem lesz semmi jobb, úgyhogy megyek haza, 50 perc az út, napról napra egyébként hosszabb az út haza, az az igazság. Vágom a videót, ami nagyon későn fog kimenni, utána majd még jelentkezem, mert folytatjuk tovább a fával, meg a körmemmel. Ennél tempósabb és feszítettebb videóvágásom nem tudom, hogy mikor volt utoljára. Na mindegy, kiraktam nagy nehezen, úgyhogy ha nem láttátok, akkor nézzétek meg. Kajálok egyet, és stílszerűen, közben pedig konyhafőnököt nézek. Kaja közben, esküszöm, hogy főzős műsort a legjobb nézni. Úgyhogy gyorsan megkajálok, mert már fáj a hasam, és aztán kezdhetjük felállítani a fát.
have a place that I can come home to. Yes, I am on my way. We'll put our differences aside. Lesminktelenedtem és visszaszökültem a paróka alatt befont hajammal, és elvesztettem a saját körmeimet, amik most már nem sokára csodálatosan hosszú műkörmök lesznek, nagyon-nagyon sok kővel és csillogással. Gyorsan megmutatom, hogy hogy csinálom. Igazából ti csak a lépéseket fogjátok látni, mert nem hiszem, hogy arra lenne idő, hogy az egészet megmutassam, úgyhogy mutatom, hogy most hogy állunk. Szóval, ahogy látjátok, a géllakkot leszettem a körmemről, elő van készítve. Egyébként élőben nem ilyen foltos, mint felvételen, nincsen semmi baj a nyugi. És kenem rá az előkészítő folyadékokat, utána pedig kezdhetjük építeni. Alakulunk. Kezdem újra érezni az életemet. Tudjátok, milyen jó érzés? Mondjuk, hogyha nem szeretitek a hosszú körmet, akkor nem értitek, de... Nagyon-nagyon jó. Megvan már a nyers forma, és most megcsinálom ezt a kis csupaszt is, és amikor megvagyok a formázással és a nagy reszelésekkel, utána kezdek el mindig csak szintre húzni, és utána a köveket. Félkész forma. Jöhet a színezés. Már csak egy lépés van hátra, és végre készen is vagyok. Na hello mindenki, videóvágás közben jöttem rá, hogy nem mutattam meg nektek, hogy mit hoztam el a postáról. Itt van egy hajtó, jó ég. Ez lett amúgy a végleges körmöm, hogyha valaki nem látta volna még. Ezzel a gyűrűs ujjammal amúgy nem vagyok 100%-ig kivékülve, de a többi az szerintem nagyon jó lett. Ezek nagyon cukik mind. Tök más, de tök tetszenek. Szeretem, hogyha kicsit ilyen különfélék. Ez a rendelésem jött meg. Szemfülesek már látják. P. Louis. És természetesen nem mást rendeltem, mint a híres P. Louis Based, amit Niki Tutorials az összes sminkje alá használ. Ugyanabban a színben, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz és milyen érzés lesz erre sminkelni, úgyhogy szerintem csinálok nem sokára egy smink tutoriált, amiben kipróbáljuk. És így a videó végére teljesen megváltozva üdvözlök mindenkit, nem tudok mást mondani. Tudom, hogy ez a videó is későn megy ki, igyekszem még az utolsó pár napra összeszedni magam, viszont most már kezdek kicsit szétcsúszni minden dolgommal, de ettől függetlenül remélem, hogy tetszett nektek a videó. Hogyha igen, akkor megkérek mindenkit, hogy dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengő ikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, az Insta nevem mindig a leírásban van, és még annyit szeretnék nektek mondani, hogy a fa félkész állapotban van. Se időm, se kedvem nem volt már tovább díszíteni egyedül, úgyhogy arra gondoltam, hogy amikor hazaérünk Bencével együtt, akkor majd még bepótoljuk a kis apró hiányzó részeket. Úgyhogy igazából ennyi, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, a holnapi részben találkozunk. Sziasztok!